Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét, Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Teleki Zoltán, Karcagváros rendőrkapitánya, akivel az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, bűncselekményeiről beszélgetünk, illetve a Birkafűző Fesztivál előkészületeiről. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Teleki Zoltán, Karcagváros rendőrkapitánya. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Azért hívtuk ma meg egy stúdió beszélgetésre, mert nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, illetve sok minden fog történni, életbe lépni a következő időszakban is. Ugye az elmúlt időszak egyik legfontosabb esemény átalakulása az volt, hogy a karcagi rendőrkapitányság területi illetékessége megnőtt. Gondolom ezzel sokasodtak a feladatai, és mondjuk el ismét a nézőknek, akik esetleg nem látták a legutóbbi riportunkat, hogy mely települések tartoznak a karcagi rendőrkapitányság fennhatóság alá. 2015. július 1-ével 6 településsel bővült a rendőrkapitányság illetékességi területe. A Vátszalók, Tiszabura, Tiszabő, Tomajmonostora, Tiszagyenda és Tiszarof azok a települések, amelyek a karcagi rendőrkapitánysághoz kerültek csatolásra. Ugye már majdnem eltelt egy év, egy hónap, ilyen egy év a csatlakozások óta, gondolom azóta megsokasodott azért a karcagi kapitányság feladatköre, hogyan látja, hogyan teljesít a kapitányság? A rendőrkapitányság feladatköre természetesen nőtt, de ehhez a személyállomány is nőtt, tehát nagy kapitányság lett. A rendőrkapitányságból egyes alegységek, alosztályokból osztályok jöttek létre, és jelenleg is folyik a részünkre biztosított új státuszok feltöltése. Melyik, mondjuk, vagy nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, ugye gondolom már megvoltak a települési beszámolók, melyik a legproblémásabb település a kapitányság illetékességi területén? Három kivétellel már a települési beszámolók megtartásra kerültek. Igazából problémás település a 2015 évi beszámoló alapján nem volt, tehát minden településünkön javult a közrend, a közbiztonság, a regisztrált bűncselekmények száma pedig csökkent. Ugye most a Karcag Televízió vendég elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy a karcagi beszámolójának mi volt a legfontosabb irányvonala, melyek voltak azok a pontok, amelyeket a legfontosabbnak tart ebből a beszámolóból, hiszen azért ezt, aki olvasott vagy látott már ilyet, azt tudja, hogy ez nem egy-két gépelt oldalas beszámoló. Így van, a 2014 évhez képest fent tudtuk tartani Karcagon azt a közrendet, közbiztonságot, és szinten tudtuk tartani. A bűncselekmények száma nem növekedett, a regisztrált szabálysértéseink száma jelentősen csökkent, és ez azért nagy eredmény, hiszen 2012-höz képest már közel 70%-os csökkenés történt a településen a bűncselekmények számában, és ennek a fenntartását tűztük ki most már fő feladatként, illetve a közlekedési balesetek számát is jelentősen csökkenteni tudtuk a településen. Akkor gondolom el is fogadták a beszámolóját. Igen, a képviselőtestület egyhangulag. Ha jól tudom, akkor konzultációs fórumokat is tartanak. Ez miről szól, mit lehet erről a fórum sorozatról tudnunk, hiszen nem egyről beszélünk. Két típusú fórumot tartunk, az egyik a járási közbiztonsági egyeztető fórum,
a rendőrkapitányság két járás illetékessé területét öleli fel, és Karcag, illetve Kunhegyes az a járási székhely, ahol majd az ősszel meg fogjuk tartani a járási közbiztonsági egyeztető fórumot a járások településeinek a bevonásával. Ezen felül minden évben március-áprilisban kezdjük el azokat a konzultációs fórumokat, amikor minden településre, településen megjelenik a rendőrség, és a településen lévő civil szervezeteket, társszerveket, illetve az önkormányzatot vonjuk be egy olyan közös beszélgetésbe, ami alapján tovább tudjuk javítani a közrendet, a közbiztonságot, a lakosság szubjektív biztonságérzetét tovább tudjuk növelni. Mivel tudják tovább növelni a lakosság szubjektív biztonságérzetét, a közbiztonságot, illetően gondolom már akkor tartottak ilyen fórumot, mik voltak az egyes települések konzultációban résztvevő szerveinek a kérései? Röviden tájékoztatást adunk az ebben az évben ez ideig elvégzett munkáról. Természetesen próbáljuk bevonni a lakosokat, a polgárőrséget, még inkább aktivizálni a társszerveket, a civil szervezeteket a közös céljaink, feladataink elérésében, és erre fogékonyak is, én azt tudom mondani, tehát fogékonyak a települések lakói, a civil szervezetek, a társszervek, és ennek kapcsán mi is kapunk olyan információkat, ami alapján tudjuk, hogy mik azok a területek, amire jobban koncentrálnunk kell, amire jobban oda kell figyelni. Lehet, hogy ez éppen csak egy gyorshajtó motoros, akire jobban oda kell figyelni, lehet, hogy egy település rész, ahol megjelentek idegen árusok, és ezeket az információkat mi a napi munkavégzés során beépítjük. Mindjárt majd tovább megyünk még ennek a dolognak a kapcsán, csak eszembe jutott, hogy itt Karcagon is ugye akár a közösségi oldalakat nézzük, azért mindig évről évre felvetődik az a probléma, hogy a főtéren a motorosok zajonganak, gyorsan mennek, féltik a gyerekeiket. Ön minden évben cselekszik, hogy ezt a problémát elhárítsák, illetve megoldják, gondolom akkor az idén is felkészültek erre. Igen, évtizedes probléma ez Karcagon, illetve más településeinken is. Minden lehetséges rendőri erővel próbáljuk ezt visszaszorítani. Nem gondolom, hogy teljesen ezt meg lehet szüntetni. Mindig vannak újabb-újabb fiatalok, akik úgy gondolják, hogy versenypályának nézik a város belterületét. Nyilván a szakszerű, jogszerű rendőri intézkedés során ezeket megpróbáljuk felderíteni, illetve intézkedés alá vonni, és próbáljuk őket a szabályos közlekedésre nevelni. A fórumok mellett újabb programokat is indítottak. Mit lehet tudunk, mik ezek a programok? Több program is fut egyszerre, és leginkább a bűnmegelőzésre, a baleset megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. Úgy gondolom, hogy ez az a szegmens, amire ha odafigyelünk, akkor még inkább előre tudunk lépni. Kisebb települések nagyobb biztonságban című három megyét átölelő programot indítottunk három településünkön, Berekfürdő, Tomajmonostora és Tiszagyendán. Felkerestünk üzleteket, ahol egy úgynevezett plérendőrt, báburendőrt helyeztünk el, amit különböző bűnmegelőzési, balesetmegelőzési kiadványokkal, felhívásokkal pakoltunk tele, és ennek az utántöltéséről folyamatosan gondoskodunk. Beindítottuk az úgynevezett Házhoz megyünk programunkat. Egy hónappal ezelőtt minden egyes településünkön hetente egy települést célzunk meg, amikor is egy felhívást teszünk közzé annak a településnek a média felületén, és minél több lakost próbálunk összehívni egy megadott időpontra, amikor is lakásbetörés, gépjármű feltörés, gépjármű lopás megelőzése kapcsán tartunk egy felvilágosító megelőző tájékoztatást, és ezzel párhuzamosan fut az úgynevezett Bike Safe programunk, amikor is a Házhoz megyünk program mellett egy kollégánk, aki igényli, és próbálunk minél több igénylőt erre sarkalni, hogy igényeljék, a kerékpárját azonosítjuk, lefotózzuk, egy nyilvántartásba az ő engedélyével rögzítjük, és később esetleg, ha bármilyen bűncselekmény vagy szabálysértés történik, és bárhol felbukkan az a kerékpár, akkor az azonosítása sokkal könnyebb lesz. Ez itt Karcagon is működik egyébként? Karcagon is beindult a program, és a két héttel ezelőtt a Városudvarban
indítottuk ezt a programot, de természetesen lehet hozzá csatlakozni bármikor, csak be kell jönni a rendőrkapitányság székhelyére, és rögzíteni fogjuk a kerékpárokat. Tehát akkor gyakorlatilag itt annyi a feladata a lakosságnak, hogyha mondjuk nekem van egy biciklim, tehát most ezt modellezzük, akkor én oda megyek a kapitánysághoz, elmondom, hogy szeretnék ebbe a programba részt venni, és akkor rögtön ott a, önök, a rendőrök ezt megoldják, ezt a problémát, lefotózzák, nyilvántartásba veszik. Pontosan erről van szó, és egy országos nyilvántartásba kerül. És hogyan látja, hogy ez egy picit, mert ugye azért itt lehet olvasni, hogy akár Karcagon, akár Kisújszálláson, tehát azért néha előfordulnak ilyen bicikli lopások, hogy ez vissza fogja esetleg szorítani, vagy egy picit eltántorítani azokat, akik hajlandóságot éreznek magukban arra, hogy egy-egy kerékpárt magukhoz vegyenek, és esetleg hazatoljanak egy-egy tárolóból. Maga nem a bűncselekmény elkövetését, vagy a jogsértés elkövetését fogja visszaszorítani, maga ez a program, hanem az azonosítás. Sok esetben találunk kerékpárokat a városba, aminek nincs tulajdonosa, vagy éppen lefoglaljuk egy bűnelkövetőtől, mert több kerékpárt is találunk, és nem tudjuk, hogy éppen az a kerékpár kié. És hogyha ebbe a nyilvántartásban rákeresünk és megtaláljuk, akkor könnyebben vissza tudjuk a tulajdonos részére juttatni. Beszéltünk az előbb a kisebb települések nagyobb biztonságban programról. Ugye elmondta, hogy elhelyeznek egy ilyen rendőrbábút gyakorlatilag. Ennek örülnek ezek a kis települések? Milyen hatást váltottak ki ezáltal? Nagyon pozitív visszajelzéseink voltak. Természetesen az önkormányzat tagjai jelen voltak a program bevezetésén és üdvözölték, sőt olyan igény is felmerült, hogy idegen nyelven is. Idegen ugye Berekben sok a turista. Így van, idegen nyelvre is fordítsuk le ezeket a felhívásokat, és úgy is helyezzük el őket. Ha már a turistákról beszélünk, akkor elkezdődött ugye a turisztikai szezon. Rendőrség fölkészült erre, hogyan készültek föl? Karcagi rendőrkapitányság, mint minden évben, idén is felkészült a 2016 évi turisztikai idény zavartalan lebonyolítására, hiszen az a célunk, hogy az ide látogató turisták, vendégek azok zavartalanul pihenhessenek, és ne váljanak bűncselekmény vagy jogsértés áldozatává. Ennek kapcsán intézkedési tervet adtunk ki. A településeinken lévő szállodákkal a kapcsolatot felvettük, egy úgynevezett szállodai kapcsolattartó tisztet jelöltünk ki, aki folyamatos kapcsolatban van ezekkel a szállodákkal, és minden nagyobb rendezvényről, amit esetleg a szállodák és nem a települések tartanak, arról is szeretnénk értesülni. Természetesen az önkormányzatokkal szoros kapcsolatot tartunk. A rendezvénynaptárakat mindenhonnan bekértük. A Tiszatavi Régiós Bizottság elkezdte munkáját, ami három megyétől el át, Borsodabói, Zemplén, Hevesi, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyét. Ebben az évben Jász-Nagykun-Szolnok megye adja az elnöki tisztségét a bizottságnak, a megyei rendészeti főkapitány helyettes az elnöke. Az első egyeztető fórum Kiskörén már megtörtént két héttel ezelőtt, és további fórumok várhatóak, úgyhogy a rendőrkapitányság a turisztikai idényre felkészült. Ugye az elmúlt időszakban több esemény is történt, három olyan van, amit úgy ki lehet emelni a Karcagon történtek közül. Kezdjük talán azzal, hogy itt a Vásárcsarnoknál lévő, a sarkon lévő fagyizó kigyulladt, leégett. Nem tudjuk, hogy hogyan, milyen körülmények között, ezért most önt kérdezem arról, hogy mit lehet tudnunk az esetről, hol tart a nyomozás. Hát egy szerencsétlen eset volt, azt már megállapítottuk, hogy bűncselekmény történt ott egyből aznap éjszaka. A nyomozás jelenleg is több szálon folyik, úgyhogy ennek kapcsán nem a nyomozás érdekeit sérteni, ugyanom, hogyha bármilyen nyilatkozatot tennék, természetesen az elkövető felderítés érdekében mindent megtesz a karcagi rendőrkapitányság. Köszönjük szépen a válaszát. A következő eset, amiről lehetett hallanunk, illetve nagyobb port kavart, az a kábítószerrel kapcsolatos. Minden interjúban elmondja, hogy sajnos jelen van a kábítószer városunkban, most ugye egy nagyot lépett a rendőrség, és elfogtak egy drogterjesztőt, egy kereskedőt. Mit lehet az esetről tudnunk, hogyan történt? A kábítószer bűnözés ellen csak közös összefogással érhetünk el eredményt. A szülők és a család a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer bűnözés megelőzésében című programunk 2013-tól folyik.
Az iskolai bűnmegelőzési előadó rendszeresen folyamatosan látogatja az iskolákat, és kábítószer megelőző előadásokat tart a különböző korosztályok részére, a kisebbek részére más módszerekkel, míg esetleg a felsősök vagy a gimnazisták részére szintén más módszerekkel. Rendszeresen meghívjuk a területünkre, és már idén is jelen volt ismételten a dr. Zahair Gábor doktor úr, aki úgy gondolom egy olyan hiteles személyiség, akitől az ő általa elmondottakat a gyerekek még könnyebben befogadják. Ez ő el tudja rémiszteni tőle a gyerekeket kellőképpen. Országos probléma, nem csak a kábítószer, hanem azok az új pszichoaktív anyagok, amik folyamatosan megjelennek a területünkön. Tehát több vonalon is küzdünk ez ellen. Egyrészt az iskolákba megpróbáljuk a gyerekeket elérni és elmagyarázni a kábítószer használat veszélyeit. Ezen kívül a családokat, a szülőket és az ő részükre, illetve a pedagógusok részére is tartunk fórumokat, és erre is van igény. És a harmadik vonal pedig az, hogy konkrétan célzottan a kereskedő személyeket számolja fel a rendőrség. Az elmúlt egy hónapban három kábítószerkereskedőt, több hónapnyi nyomozás után három kábítószerkereskedő személyt azonosítottunk be, és vontunk úgy intézkedés alá, hogy jelenleg előzetes letartóztatásban várják a büntetőeljárás befejezését majd. Az egyik karcagi. Így van, egy karcagi, egy kisújszás és egy szolnoki kábítószerkereskedő személy. Természetesen 5-20 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti a törvény ezt a típusú jogsértést, és a nyomozásnak még nincs vége, több szálon folyik jelenleg is. Több kábítószerkereskedő személlyel szemben célzottan folyik a büntető eljárás, és nyilván majd, amikor az újabb fejlemények lesznek, akkor erről tájékoztatjuk a médiát is. Tehát akkor elképzelhető, hogy még itt Karcagon is lesz akár elfogásuk? Bármi, tudom, hogy nem mondhat részleteket, de bármi megtörténhet. Bármi megtörténhet. A múlt héten pedig arról kaptunk információt, hogy egy, nem tudom, hogy lehet-e sorozatbetörésnek, vagy mondani, vagy nem tudom, hogy minek kell az ilyen esetet titulálni, ugye a zárt kertekkel kapcsolatos, mi történt itt Karcagon. A zárt kertek felügyeletére nagy hangsúlyt fektetünk a mezőőrséggel, a polgárőrséggel közösen, és az elmúlt időszakban nem is történt jogsértés, vagyis nem jutott tudomásunkra jogsértés. És hát nagy port kavarta az elmúlt héten egyik délelőtti bejelentés, amikor 10 zárt kerti ingatlant törtek föl ismeretlen tettesek, és onnan különböző kéziszerszámokat, használati eszközöket tulajdonítottak el. Nagy erőkkel kezdte meg a rendőrkapitányság az elkövető kézrekerítését, felkutatását, és ezen tevékenységünket egy nap elteltével koronázta siker, amikor is sikerült először az egyik elkövetőt, majd körözés alapján a másik elkövetőt is elfogni. Jelenleg előzetes letartóztatásban van az egyik elkövető, az ő előzetes letartóztatását a bíróság elrendelte. A migrációs helyzet ugye továbbra is úgymond asztalon van, vagy tehát továbbra is jelen van Magyarországon is. Ez hogyan érinti például a karcagi kapitányságot? Milyen feladataik vannak a határvédelemmel kapcsolatban? A rendőrkapitányság ugye külső határszakasszal nem rendelkezik, azonban abból az országos feladatból ugyanúgy kiveszi a részét, amit a határmenti kapitányságok teljesítenek. Az ideiglenes csapatszolgálati századunk a 2015 második félében 7 alkalommal volt vezényelve Csongrád megyei határszakaszra megerősítő erőként, az idei évben pedig már 4 alkalommal, és ebben a hónapban lesz az 5. alkalom, tehát mondhatni azt, hogy minden hónapban egy 7 vagy 8 napos turnust tölt 8 kollégám a határszakasz mellett, és kivesszük a részünket ezen migrációs feladatok végrehajtásából is. Hát sok sikert és kitartást kívánunk ehhez a feladathoz, és talán a legfontosabb, amire a városunk készül, ugye minden évben június utolsó hétvégéje a Birkafőző Fesztiválról szól, akár több 10 000 embert is várunk ide a városba azon a hétvégén, a karcagi kapitányság is aktívan kiveszi a részét a rendezvény biztosításából. Mit tudhatunk az idei fesztivállal kapcsolatban? Készülnek-e már? Hogyan készülnek erre a nagy volumenű rendezvényre? Igen, hát ez a legnagyobb rendezvény az illetékes területünkön. Ennek
keretében egy biztosítási tervet is szoktunk készíteni. A megerősítő erők igénylése megtörtént, tehát mind a készenléti rendőrség, mind a megyei rendőrfőkapitányság különböző egységei meg fogják erősíteni ebben az időszakban a rendőrkapitányság állományát, és természetesen, ahogy az elmúlt években is zavartalanul biztosítani fogjuk, hogy ez a rendezvény ahhoz olyan módon, amilyen módon méltó egy ilyen rendezvény lezajlása, hogy le tudjon folyni itt a Karcag városában. Köszönöm szépen, kapitány úr, hogy eljött hozzánk egy beszélgetésre. Jó munkát kívánunk, sok sikert a következő időszakra, és természetesen majd visszavárjuk egy következő interjúra, hiszen mindig vannak aktuális témák és dolgok, amikről tudunk beszélgetni. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm, és a kollégáimnak is meg kell köszönni, hogy olyan színvonalas munkát végeztek, ami kapcsán ilyen eredményekről tudok beszámolni, úgyhogy én köszönöm a megtisztelő figyelmet, és minden kedves kollégámnak köszönöm a munkáját. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, most az elmúlt időszak fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, kérem tartsanak velünk. Köszöntöm nézőinket, a leendő rendőrségi épület helyén beszélgetünk Dobos László polgármester úrral, aki erre láthatta, hogy az elmúlt napokban felgyorsultak a munkálatok. Mit lehet tudni az építkezésről? Hát ezt az ingatlan sok évvel ezelőtt adtuk át egy jelképes összegért a belügyminisztérium számára, pontosan azért, hogy egy új rendőrkapitányság épüljön Karcagon. Hála Istennek úgy tűnik, hogy most már végérvényesen sikerül ezt a tervünket megvalósítani. Hosszú évek óta várunk erre. Egy levélben kaptunk értesítést Pintér Sándor belügyminiszter úrtól, hogy 2017-ben a kapitányság új épülete fel fog épülni. Itt a munkálatokat a Városgondnokság végezte, tehát a tereprendezésnek mindjárt a végére érnek. Lehet-e tudni, hogy mikor kezdődnek az első kapavágások? A Városgondnokságnak volt valóban a feladata az, hogy ezt a terepet rendbe hozza. Feladata abból állt, hogy tulajdonképpen egy üres telket biztosítson az építkezés számára. Azt még nem lehet tudni, hogy mikor kezdődik el az építkezés. A tervezés időszakában van a belügyminisztérium. Épületterveket, látványterveket már láttunk erről többet is. Hát nyilvánvalóan még további kimunkálásra szorulnak ezek, hiszen sok mindennek, szabályoknak, ízlésnek, a praktikusságnak meg kell felelnie. Én nagyon-nagyon remélem, hogy olyan épület kerül itt megépítése, amelyik a karcagi hagyományokat őrzi, tehát a legfontosabb épületeink stílusjegyeit fogja magában hordoznia. Akkor reméljük, hogy hamarosan beszámolhatunk arról, hogy a kivitelezés is elkezdődik. Hát reméljük, hogy így lesz. Még egyszer mondom, ez már nem rajtunk múlik. Mi a feladatunkat teljesítettük, egy üres telket fogunk átadni. Szerintem pompás helyen lesz egyébként ez a kapitányság, hiszen két utca felül is meg lehet közelíteni. Abszolút a belvárosban van, és hát egy önálló kapitányság jön létre, hiszen tudjuk, hogy jelen pillanatban a Városháza épületében működik a kapitányság, ott bérlik azt az épületrészt, de nyilvánvalóan a 21. századi körülményeknek ez már nem felel meg semmilyen színvonalon, semmilyen szinten, szabályoknak sem nagyon, úgyhogy mindenképpen kell egy új épület, és ez fog itt elkészülni rövidesen. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget, az érdeklődést! Járdafelújítások zajlanak a főteren, erről beszélgetünk polgármester úrral. Milyen járda fog ide készülni? A tavalyi évben már elkezdődött a főtérnek a díszkővel történő járda építése. Ezt a munkálatot folytatjuk az idén. Egy nagyon komoly összeget különítettünk el a költségvetésben, pontosan erre a célra, nem csak erre, természetesen más egyéb járda felületek javítására, kátyúzására, de ez is egy fő szempont, hogy a főtér az megfelelő módon nézzen ki, és hát nem szeretnénk egy ilyen félbehagyott művet hagyni magunk után. Természetesen folytatódik ez a díszkővel történő kirakás, és most éppen itt a Kertész utca és a
áruház sarka közötti szakasz munkálatai folynak a háttérben. Ez nagy valószínűséggel a birkafőző fesztiválig meg is történik, tehát akkorra ez a szakasz elkészül, és ha lemegy a fesztivál, utána folytatódnak ezek a munkálatok tovább a Széchenyi sugárút felé. De egyébként a tervünk az, hogy ilyen U-alakban teljesen körbe érjen ez a járdaépítési szakasz, olyannyira, hogy még itt a közbűső átjáró részeket is szeretnénk ilyen szép színes kővel kialakítani, hogy minél szebb legyen, ez egyébként meg nagyon szép és jól karbantartott főtér. Lesz esetleg a főtér más részén is, hiszen ott a régi busz megálló buszállomásnak a környékén is még nosztalgiázunk, hiszen emlékszünk a régi busz megállóra, de esetleg ott is lesz-e valami? Igen, tulajdonképpen ott a díszburk alatt már kirakásra került teljes hosszában, de a régi busz megállónak a helyét is szeretnénk egy kicsikét szebbé tenni. Pepehupás kiemelkedik a régi alap a talajból, úgyhogy az is el fog készülni, föl leszedve a beton, és ott, ha nem is színessel, de a Városgondnokság munkatársai által gyártott térkővel lesz leburkolva. Az akkorra készül el, nagy valószínűség szerint, amikor a Tour de Hongrie mezőnye ideér, tehát azt a térszakaszt is szeretnénk rendbe tenni, szebbé tenni. Köszönjük szépen! Én köszönöm, de mielőtt elköszönök, hagyd mondjam, hogy természetesen innen a Dózsa-György úttól egészen a Horváth Ferenc útig is el fog majd készülni ez a járdaszakasz, de megvárjuk, amíg a bíróság ügyészség épülete felépül, hiszen fölösleges lenne most kialakítani, hogy utána esetleg sérüljön, károsodjon, tehát az majd akkor készül el, amikor ez az épület is megépítésre kerül. Aki járt mostanában a piac környékén, láthat, hogy a volt cipőipari KTS helyén nagyban átalakítási munkátok folynak. Úgy tudom, hogy ez nem önkormányzati ingatlan, tudunk erről valamit? Valóban nem, önkormányzati beruházásról van szó, magántulajdonban volt az épület hosszú időn keresztül, és magántulajdonban is maradt, csak tulajdonváltás következett be, és az új tulajdonosnak vannak elképzelései, azt szeretné megvalósítani, előtte mindenképpen egy kis átalakítást kell végrehajtania, üzleteket fog kialakítani ebben az épületben. Azt gondolom, hogy egy szebb városkép lesz mindenképpen, hiszen ez már nagyon rossz állapotban volt itt ez az épület. Hát mindenképpen javítani fogja a környék helyzetét, hiszen ha megújul szép portálokkal, gazdag árukészlettel, ha várja a vásárlókat, az ide látogatókat, az mindenképpen jobb, mint hogyha üresen áll egy épület. Időnek kellett eltennie, nyilvánvalóan a régi tulajdonosok sem szerették volna elkótyavetyélni nagyon helyesen, és most jött el az a pillanat, amikor egy vállalkozó fantáziátot látott az épületben, és nyilvánvalóan mindannyiunk örömére itt egy megújult épület fog állni, kiszolgálva az érdeklődőket, a vásárlókat. Nemrégen beszélgettünk polgármester úrral arról, hogy a piac épületénél is szeretnék a kiszolgáló részeket lefedni, esetleg erről tudunk-e már többet mondani? Természetesen igen, a látványtervek elkészültek, tehát itt az épület mögötti részen, ahol a nyitott piac van, az is, hogy kulturáltabb legyen, kellemesebb legyen maga a kereskedés és a vásárlás. Most pályázati lehetőség van arra, hogy ezt fedetté tegyük. Egy kis nyaktaggal lesz összekötve a csarnok épületével, és hát ez egy tetőt jelent tulajdonképpen, tehát a csapadék, a napfény az nem fogja átaltatni a kereskedelmet, oldala nem lesz, tehát ez nem egy új csarnok épül, hanem fedve lesz a most jelenleg szabadon álló piaci rész, a piaci terület. Köszönjük szépen! Köszönöm az érdeklődést! Legközelebb pedig újabb dolgokról fogunk beszélgetni a polgármesteri hírpercekben. Köszönjük nézőinknek a figyelmet! Visszapartjál, mondul a fa, mi lázik, a világ a vízre hull és elázik.
köszöntöm nézőinket, a Kártai Gábor kórházban vagyunk, hiszen a kórus, az intézmény kórus, a Kártai Medicine kórus nagyon szép utazáson vett részt a közelmúltban. Erről beszélgetünk Kártai Nyakó Edittel, a kórus vezetőjével. Hol is járhatott a kórus? Üdvözlöm a kedves nézőket! 2016. május 11-én New Yorkba utaztunk a kis kórusommal, és 5 napot töltöttünk Amerikában. Nagyon izgalmas, élménydús napokon vagyunk túl. Talán még ki sem pihentük az időeltolódást, és nagy sikerű szereplésünk volt. Akkor beszéljünk arról, hogy hogyan is jött ez a szereplés, kiktől kapták a felkérést. 5 éve már lassan, hogy kapcsolatban állunk professzor dr. Parotás Andrással, az Asklepios Med vezetésében, és meghívást küldött az intézményünkbe. Ezt többször elfogadtuk, így voltunk kint Londonban és Bukarestben is, és hát nagy örömünkre szolgált, hogy támogatók segítségével, és el tudtuk fogadni ezt a New York-i meghívást, így utaztunk ki. Gondolom, hogy azért mindenki utána nézett nagy reményekkel és élményekre éhezve utaztak. Biztos, hogy nagyon szép volt az út, de beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan volt a fellépés, hol léptek fel, kik előtt, és kik voltak még önök mellett, akiket meghívtak erre az ünnepségre. Magyar Nagykövetségen került sor erre a nemzetközi orvos-képzőművész kiállításra. Többek között magyar fellépőkön kívül még Lettországból volt egy doktornő, aki versét mondta el, saját költeményét. Portugáliából érkezett egy patológus doktornő, ő csemballó játszott. Olaszországból Giovanni Cetta gyógytornász érkezett, egy áriát adott elő, és a mi kis kórusunk is föllépett Bárdos Lajos kedvenc dalunkkal, a Tiszai Dallamokkal, Liszt Ferenctől a Hajnalozót énekeltük. Vásárhelykővel van kerítve egy népdalcsokor kísérletében zártuk, és nagy élmény volt, mert magyar közönségnek énekeltünk 70%-ban, és el kell, hogy mondjam, hogy egy 90-en fölüli néni is énekelte velünk ezt a népdalcsokrot. Nagyon nagy élmény volt. Tehát akkor azt gondolom, hogy önöknek is, nem csak azoknak, akik ezt hallgatták, de hogyan állították össze a műveket? Tehát ezeket most külön tanulták, vagy ezeket már máshol előadták? Tehát mennyire volt ez most kifejezetten a nagykövetségnek szóló műsor? Magyar dalokkal készültünk, régi betanult számokat vittünk, ezekben már biztosak voltunk, most újjal igazából nem készültünk, de hát az ottani közönségnek ez is új volt. És önnek, mint kórusvezetőnek azért biztos, hogy másabb, hiszen háttal áll a közönségnek. Kórustagok azért jobban látják az emberek reakcióit. Ön csak a tapsból érezhette, meg a közös éneklésből, de milyen érzés volt meghajolni, amikor véget ért a műsor? Nagyon felemelő érzés volt, és nagyon büszke vagyok a lányokra, a kollégáimra, hogy ilyen gyönyörű előadást tudtunk tartani, és azt mondhatom, hogy hiba nélkül énekeltünk, és felemelő érzés volt. Hát akkor reméljük, hogy még lesz több ilyen, és akkor mi a következő úti cél, hiszen azért az amerikai út, azt gondolom, hogy ez volt mindenkinek a nagy álom, ez most teljesült, mi a következő? Amerikai álom teljesült, külföldi utazásban még nem tudok nyilatkozni, tartjuk a kapcsolatot a professzor Palotás Andrással, nem árult el a következő meghívás célját, de hát itt Magyarországon is készülünk, ugyanis következik Semmelweis nap, és ide már új dalt fogunk előkészíteni és megtanulni. Azt gondolom, hogy a hazai pályán sem egyszerű azért énekelni, hiszen a kollégáknak kell énekelni, tehát az is egy nagy megmérettetés a kórusnak. Akkor én azt kívánom, hogy ezekből a kis élményekből nagyon sokáig tudjanak még raktározni a kis emlékeikből, és sok-sok hasonló szép szereplést kívánok. Köszönjük Karcag város önkormányzatának, a Kártai Gábor kórház vezetésének a támogatást, és mindezen túl azoknak, akik anyagilag lehetővé tették ezt az utazást. Thank you.
Budai Antalnéval beszélgetek, az együttes krónikásával is, ahogy itt nevezte az előbb saját magát. Ön az egyik alapítója volt ennek a kórusnak. Milyen céllal hozták hajdan létre ezt a kórust, és mióta énekelnek együtt? A kórus ötlete 2005-ben fogalmazódott meg bennünk, amikor egy ápolónők nemzetközi napján Budapesten kórházkórusa fellépett és lenyűgöző előadást tartott nekünk. Akkor felmerült bennünk, hogy a mi kórházunkban is vannak énekelni vágyó és szívesen szereplő emberek, és a megalakulás az váratott magára, mert 2010 áprilisában hoztuk létre a kórust, egy Semmelweis nap alkalmából. Saját kettelésünkre kezdtünk el énekelgetni, pár hétbe beletelt, míg az kórusnak a nevét meghatároztuk. 22-en kezdtük, jelenleg 18-an vagyunk az énekkarban. Megfogalmaztuk a kórusnak a hitvallását is, mert fontos, hogy mikor kiállunk, akkor tudjuk képviselni ezt a hitvallást, ami az, hogy a dalos embert Isten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen, hogy a kemény szívattól meglágyuljon, és minket a mennybe fölvigyen. Tehát mi minden kisebb és nagyobb fellépésen ezzel a hitvallásnak a tudatába állunk ki. És hát azt gondolom, hogy nem egyszerű ez, hiszen munka mellett gyakorolnak. Van, aki tanult korábban, van zenei háttér, van, akinek nincs. Tehát biztos, hogy mindenki otthon is azért a fürdőszobában, meg családtagja előtt is énekel, hogy ide a próbákra azért úgy jöjjön, hogy felkészült. Igen, tehát sokunk többek között én is egy-két éves zeneiskolai végzettségem van. Sokan nem tudunk ottát olvasni, hallomásból tanuljuk a dalokat, ez kicsit nehezíti a felkészülést, de nagyon türelmesek vagyunk egymással, és a kórus vezető is velünk. Szoktunk szólampróbákat tartani, általában heti gyakorisággal, de hogyha olyan fellépésünk van, ami sürgető, akár naponta is próbálunk. Én kerékpárra járok dolgozni, én mindig a reggeli kerékpározás közben dúdolászom az aktuális dalokat. Szeretünk énekelni. És hát egy nagyon szép szám, fellépési szám van önök mögött, hiszen az előbb mondta, hogy 77. Azt gondolom, hogy ez egy szerencse szám is volt, hiszen ez az amerikai út is ennek a jegyében zajlott. Igen, ez volt a 77. fellépés. Mindet leírom, címjegyzék szerint is, és az ottani élmények szerint is leírom az akkori hangulatot, az akkori közönséget. Hát New Yorkot még nem írtam, mert még az nagyon közeli élmény, egy kicsit hagyom ülepedni magamba, de biztos, hogy nagyon érdekes kis feljegyzést fogok erről is készíteni. Az előbb egyébként arról faggattam, hogy ő hogyan vesz észre, hogy mennyire van siker a kórusnak, de hát önök szemben vannak, tehát látják, hogy milyen a közönség reakciója. Itt most a nagykövetségen mit láttak? Mosolyt láttak? Mit láttak az arcokon? Igen, nagyon nagy szeretettel fogadnak minden fellépésen bennünket. Itt is azt láttam, hogy tényleg velünk énekeltek, mosolyogtak. Én megmondom őszintén, amikor énekelünk, én leginkább Editet figyelem. Az ő visszajelzése számomra elsősorban a tapsig az, ami ő biztat bennünket a tekintetével, a mosolyával, csitít a kezével, úgyhogy szerintem ő egy nagyon jó csapatvezető nekünk. Akkor jól egymásra talált a kórus és a vezetőjük, akkor én még sok szép fellépést kívánok, és akkor találkozunk még a 100. is, és kövessük nyomon a krónikáját a Kátai Melisszangnak. Úgy legyen, köszönöm szépen a riport. Kórus másik alapító tagja, a Kátai Eknél Anna, vele beszélgetünk. Gondolom, hogy még mindig az élmények hatása alatt van. Az első nap, amikor megérkeztek, akkor mi volt a legnagyobb élmény? Hát először is a szállás elfoglalása, csodálatos szállásunk volt, és utána elindultunk a túránkra.
Igen, először a Central Parkban vettünk részt közösen a kórus tagokkal és a kísérőinkkel. Ez egy hatalmas park Manhattan szívében. Úgy tudom, hogy a kerékpározást is kipróbálták. Igen, a kórus fele tagja elindult kerékpározni, mások pedig a sétatúrára. Egy nagy élmény volt, 10 kilométeres körzetben bicikliztünk, bejártuk ott a környéket. Csodálatos volt, láttuk a piknikező embereket, az iskolásokat, ahogy ott tanulnak a parkban, láttuk a szerelmes párokat, láttuk a babysittereket a konflisokkal, hogy közlekednek a nézők, a érdeklődők, csodálatos volt. Csodálatos volt az időnk is, és mindent egybevéve lenyűgöző volt az egész látvány. Tehát akkor hasonlóan, mint ahogy a tévében lehet látni, próbáljuk elmondani a nézőknek, hogy hasonló volt, vagy még nagyobb élmény volt, tehát ott kiabáltak, ugyanúgy, ahogy mint a sorozatokban látjuk, hogy kimegyünk a Central Parkba, és akkor kiabálunk egy nagyot, meg szaladgálunk, meg járkálunk, és csak úgy céltalanul. Tehát ez pont egy ilyen felszabadult érzés volt. Igazán, tényleg valóban, mintha láttuk volna a tévében, szintén olyan dezsavú érzése volt az embernek, hogy azt hiszi, hogy vagy valóság, vagy álomba mentünk át. Igen. Mi volt az a legnagyobb élmény, ami esetleg meghatározó volt, vagy visszamenne még, hogy még egyszer átélje? Hát igen, a lenyűgöző épületek, meg a monumentális épületek között a Nyugalom és a Béke szigete volt ez nekünk, ez a zöld övezet. Tehát akkor azt kívánom, hogy legyen még sok hasonló élménye, mint a kórus tagja. Köszönjük szépen mindenki nevében. Pármodója szól a kint kaput madár, napsugárban húszik minden szál az illatár, nyárban nyár. Röpkeletke száll virágra, szümmös száz bogár. Lombos ágon csókot várt az ifjú gerdepár. Nyárban, nyárban, kakukszol már a fák közt, kakuk beszép a nyár. Szentes Istvánnal beszélgetünk, gondolom, hogy nagyon sok-sok élményt tudna most itt velünk megosztani, de emeljünk ki olyat, ami a meghatározó volt az ön számára. Hát már az első élmény olyan volt, amikor elkezdtük szervezni ezt a kórust, hogy a kórusvezetőnk bejött a szobámba, és azt kérdeztem tőle, hogy mit szólsz hozzá, Editke. Fölmerült a főnővéri kar részéről, a közös együtt kirándulások alkalmával, hogy alakítsunk egy kórust. Láttuk a székesfehérvári kórházigazgatót gyönyörű szép együttessel előadni Budapesten, és tulajdonképpen ez adta az ötletet, meg mi is mindig énekelgettünk a buszon, amikor jöttünk egy-egy konferenciáról. És akkor Editke azt mondta nekem, hogy figyelj ide, Ani, ha 5 embernél többet össze tudsz szedni, akkor elvállalom a kórus vezetését. Ez innen indult, és azóta azt tudom mondani, hogy saját magunk örömére, egymás örömére énekelünk, boldogok vagyunk, szeretünk együtt lenni, tehát tulajdonképpen ez így indult. És hát akkor mondhatjuk azt is, hogy szárnyal a kórus idézőjelbetéve is, és áttételesen is, hiszen azért kontinenseket utaztak most át. Igen. Mi volt a legnagyobb élmény az ön számára most? Hát ez olyan élmény volt, hogy még én úgy gondolom, hogy hazaérkezésünk után másfél héttel még mindig nem tudja az ember elhinni, hogy ez létrejöhetett, ez hogy kijutottunk oda, hogy láthattuk ezt, mert én úgy érzem, hogy nekünk azért ez egy kicsit nagy falat volt. Nagy falat volt, de a támogatók segítségével végül is mi magunk is megbeszéltük, hogy akkor fölkészülünk, megyünk, és hát ez nagyon jól sikerült. Akkor beszéljünk egy picit a kintlétekről, hiszen az első napot már hallottuk, hogy merre jártak, de merre jártak, és mit néztek meg a többi napon? Az első nap volt a fellépésünk is a New York-i magyar konzulátuson, ami valóban nagyon jól sikerült, és tulajdonképpen ennek a nyugalmával már csak arra volt időnk, hogy amit a pár nap alatt még meg tudunk nézni, nézzünk meg New Yorkba, és akkor pihenés után másnap elmentünk gyalog, mert megbeszéltük, hogy azért gyalog többet látunk New Yorkból, mert ha lemegy az ember a föld alá, akkor nem is olyan biztonságos. Nagyon sokan utaznak a metrón, és fönt sokat látunk, és a Broadway-en végig sétálva elmentünk a Brooklyn hídon, átgyalogoltunk. Hát élmény volt. Akkor még nagyon szép idő volt. Ez a Brooklyn híd a leg
leghosszabb függőhíd a világon, ilyen acélszerkezetes függőhíd, ami a Hudson folyót szeli át. Átláttunk róla a Manhattan hídra. Nagyon-nagyon szép volt, nagyon nagy élmény volt. Közel 2 kilométer hosszú gyaloglás után átmentünk a hídon, és akkor megcéloztuk a kikötőt, mert a kikötőből indultak a kompok, és komppal gyönyörűen körbe hajókáztuk a szabadságszobrot. Az is egy nagyon nagy élmény volt. És amikor visszaérkeztünk, akkor pedig szintén ilyen szabadidős programmal úgy döntöttünk, hogy ki, hogy, de addigra sajnos elkezdett esni az eső is, ki merre megy, de még aznap néztük meg a terrortámadás áldozatairól fölállított emlékművet, ami mindenkire olyan mély benyomást keltett, hogy egyszerűen szinte nem maradt szemszárazon. Annyira megható volt látni azt a két medenceszerű létesítményt, ami a két fölrobbantott toronyépületnek az alapjából épült, és a szélén a közel 3000 áldozatnak a neve lézerrel beleírva abba a könyöklőbe, abba a fémkönyöklőbe, és amikor esett az eső, minden olyan volt, mintha egy könycsepp gördülne le, közben minden oldalról a zuhatag, a víz ömlött, tehát olyan, mintha állandóan sírna ott az egész terület. Nagyon, nagyon érdekes volt, nagyon megható volt. Volt egy olyan rész is ennél az emlékműnél, hogy egyszerűen elképesztő volt, mintha egy kislány hagyta volna ott a hozzátartozónak, egy kis gyermek, kis szalag, ilyen hajból látszott, hogy olyan volt, hogy oda tette valaki tudatosan. Tehát akkor azt gondolom, hogy még egyszer visszamenne a szavaiból, nekem legalábbis ez jött vissza, hogy sok-sok élményt még szeretne megnézni. Igen, de azért hosszú volt az út, jó érzés volt hazajönni is, mert jó érzés azután, a 12 milliós metropolisz után az itthoni nyugalmat is értékelni tudjuk, tehát lehet, hogy visszamennék, de nem feltétlenül most, de nagyon szép volt. Hát akkor én azt kell, hogy ezekből az élményekből még sokáig tudjon töltekezni, és akkor a kórusban meg nagyon sokáig énekeljen még. Reméljük, hogy lesz. Köszönöm szépen! Karcagi Szakképzési Centrum Varrósfert Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium immár harmadik alkalommal vesz részt a versenyen. Kovács Benedekkel beszélgetünk. Ki a felelős a mai pörköltért? Hát ugye mi vagyunk, meg Kovács Sándor tanár úr is. Mennyire vesztek részt a kezdetektől? Tehát mondjuk a darabolás és a ti dolgotok volt, ki segített ebben? Hát ezt már mi megkaptuk már, ugye, és megnéztük már, hogy jó. Tehát akkor csak a főzés a ti dolgotok. Igen, igen. És hagyományos karcagias módra főzitek? Persze. Igen, igen. És mi a titkotok? Hát, hogy csak úgy szimplán megcsináljuk ezt. És ki a fő kóstoló? Tehát ki az, aki azt mondja, hogy még kell bele só, kell bele paprika, közös szájíz alapján? Igen, közös szájíz alapján. Döntsük el már, hogy akkor kell még bele só, vagy nem. És egyébként néztétek itt a többiekét is, milyenek az esélyeitek, mit gondolsz? Majd meglátjuk majd a legvégén, majd hogy akkor... Hogy is sikerül, de hát akkor ti mindent megpróbáltatok. Igen. Egyébként mennyire jellemző, hogy otthon ti is főztök birkát? Hát annyira nem, sajnos. Hát akkor inkább csak ilyen nagyvárosi rendezvényeken. Egyébként szeretsz főzni? Persze, igen, igen, szeretek főzni. Most birkát főzöl, de mi a kedvenced? Hát nekem úgy minden. A kedvencem. És akkor kísérletezgető vagy inkább, vagy a hagyományos módon? Hát úgy, ahogy hát jön, vagy úgy ez így. Tehát akkor szeretsz kísérletezgetni. Persze, is, igen. Akkor reméljük, hogy a zsűri is úgy dönt, ahogy ti szeretnétek, és akkor további jó versenyzést nektek. Köszönjük szépen.
Mándoki Rebekával beszélgetünk arról, hogy a fiúk megtesznek mindent a kondélban, de nektek lányoknak is van feladata, mi mindennel készültetek. Persze, tánccal készültünk, akkor ugye a főzés előkészületeiben is segítkeztem inkább, mert egyedüli lány vagyok. Ugye a hagymapucolás, felvágás, akkor ugye a mosogatás, törlés, utána jöttek ugye a zsűrik, táncoltunk, énekeltünk, hogy minél kedvezőbb kép legyen rólunk az iskoláról. De hát azért a teríték is szépen megvan tervezve, tehát gondolom erre is odafigyeltetek. Persze, elsőnek mindig a terítékkel foglalatoskodtunk. Ugye mondták, hogy csináljam meg én. Persze ők is segítettek. Aztán hoztunk ugye kerámiát otthonról, és akkor azt hoztuk díszítési motivumnak. Ugye hát ugye a kunságról, ugye arról szól ez az egész. És te hogy érzed? Milyen esélyeitek vannak? Hát szerintem elég jó eséllyel indulunk, ugye tavaly harmadikok lettünk, első helyet szeretnénk most idén. Hát akkor ez majd a délután eredményhirdetéskor kiderül, addig is jó versenyzést. Köszönjük szépen. Karcagi Birkafőzők Egyesületének tagjai a zsűri, a birkafőző versenyen. Nagy Györgyenő elnökkel beszélgetünk. Mennyire szigorúak a diákokkal? Nagyon szigorúak vagyunk, de nem ez vissza egyébként. Természetesen a segítés szándék vezet minket, úgyhogy csak ezzel tudunk nekik tanácsokkal, illetve technikákkal tudunk segíteni. Kóstolás már az előbb megvolt, anélkül, hogy most itt elmondanám, nehéz lesz a döntés, vagy azért van nagyon kiemelkedő, vagy azért tényleg egyforma? Nem, semmi egyformaság nincs benne, minden csapat teljesen különböző birka pörköltet főzött az előzetes kóstolások alapján, de hát még félfőzésben vagyunk, ez a végére minden egyrészt javulhat és elromolhat és el is lehet rontani, ha nagyon úgy csinálja valaki, de úgy gondolom a zsűrinek mindig nagyon nehéz dolga van, hiszen minden csapat nagyon ügyesen készítette elő, ugye több technikát látunk a karcagi öntött vas kasztrolytól kezdve a öntött vas üstig, vagy a bográcsig, tehát ezekben mind máshogy fő a birka, és hát ezt egybe kell zsűrizni, nagyon nehéz tényleg. És mik a főbb szempontok? 6 szempontot választottunk ki. Először, ha behozzák az ételt, megnézzük annak az illatát, a színét, az állagát, ezt pontozzuk, majd utána az összhatást ugye kóstolással, és ez lesz ugye a mérvadó, de ettől függetlenül még külön pontokat tudunk adni ugye a megjelenésre, nézzük a csapatoknak a körülményeit, hogy álltak fel, a higiéniát, az öltözködést, erre külön pontot adunk, de hangsúlyozom, az ételen van a fő hangsúly, és arra van a legtöbb pont. Így elnézve, hogy 7 csapat indult, azt gondolom, hogy az utánpótlás biztosított. Látszik, hogy nagyon érdeklődnek a gyerekek, úgy gondolom, hogy ők a következő nemzedék, akik fognak birkát főzni, és ennek én nagyon is örülök. Akkor jó munkát a zsűrinek, és akkor majd délután kiderül, hogy melyik csapat győzött, vagy sikerül a tavalyi csapatnak megtartani az elsőségét. Így van, hát remélem, hogy így van. Ugye két, nem csak a birkapörkötöt fogjuk most itt értékelni azért, hanem népi ételek versenye is van, abban is 4 csapat nevezett, ott is különféle ételek kezdenek készülni, ami az ott alapanyagból, tehát amit kötelező alapanyagok voltak, a krumpli, a hagyma és a kolbász belerakva, de egészen érdekes kis kreációk születtek, amiket majd szintén fogunk zsűrizni, ugyanúgy, mint a birkákat is. Akkor jó munkát kívánunk! Nagyon szépen köszönjük! Dr. Fazekas Sándor főnős miniszter úr is jelen van ezen a mai napon, és meg is kóstolta a diákbirkafőzőknek a félkész állapotban lévő pörköltjét. Milyenek voltak a benyomásai? Biztos kezekben van a karcagi birkapörkölt jövője, hiszen a fiatalok nagyon eredményesen dolgoznak. Szinte mindegyik birka jó, kifejezetten finom, még nincsenek készen a főzéssel, de az látszik, hogy a darabolás, az ételnek a színe, az alapízek azok teljesen olyanok, mint hogy azt hagyományosan megszoktuk, és ami miatt a karcagi birkapörköltet kedveljük, ami miatt hungarikum. Én örülök ennek a kezdeményezésnek, és tényleg köszönet érte mindenkinek, hogy a fiatalok itt el tudják sajátítani ezeket a kisebb vagy nagyobb mesterfogásokat, hiszen csak akkor maradhat benne ez az étel és a ráépülő kultúra egy hihetetlen nagy értéke, hogyha van utánpótlás, és ez a birkafőzőverseny, a diák birkafőzőverseny ezt a célt szolgálja. Ha nem is nézzük, hogy a sátorra milyen csapatnév van kiírva, akkor is nagyjából el tudjuk dönteni, hogy mely karcagi csapat, mely kisfűszeres és mely kenderesi, hiszen jellegzetes az az edény, amiben főznek.
Hát van különbség, de hogyha csak a pörköltet nézzük, akkor látszik az, hogy egy adott vonalban ebben a nagykunsági karcegi hagyomány világba igyekeznek fölzálkodni, és annak is örülök, hogy többen vannak népviseletben, népdalt énekelnek, táncoltak is, tehát a birka pörkölt mellett az a kultúra is megjelenik, az a művészet is, ami ennek mindig a hozadéka volt, mindig a környezete volt, hiszen a birka pörköltet nem csak úgy magába ették, hát az egy ünnepi étel, az ünnepnek a szertartásával, az ünnepnek a rangjával együtt. Ezek egymást erősítő dolgok, és én örülök annak, hogy tényleg egy nem egy óriási tömegrendezvényen vagyunk, de mégis a színvonal megvan. És itt a karcagi, karcag környéki iskolák igazán kitettek magukért. De az egész gyermeknapnak a hangulatához is illeszkedik. Itt sportrendezvények vannak, játékos vetélkedők, különböző programok. Na, tényleg egy nagyon kellemes nap ez a mai, és igazolja ezt, amit elmondtam, hogy milyen sokan vannak. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, azt gondolom, hogy az időjárás az tökéletes a mai naphoz, és nagyon sok program van. Itt a birkafőző diákok előtt beszélgettünk, nem tudom, megkóstoltál már a pörköltöket? Hál' Istennek, valóban nagyon kegyes volt hozzánk az időjárás, és tényleg színpompás eseménysorozat van itt a családi nap és a gyermeknap keretében. Hát a birkapörköltöket még csak megnéztem, nem kóstoltam meg. Különböző állagúaknak lehet őket látni, de úgy tűnik, hogy mindegyik jól fog sikerülni. Hála a gondos odafigyelésnek és a szaktudásnak. Azt gondolom, hogy az is fontos, hogy a népi ételeket is népszerűsítsük, hiszen a szülők pedig azt főznek, tehát jól megfér egymást, mert a birkapörkölt és esetleg a paprikás krumpli is azon a mai napon. Na, természetesen ez egy ilyen kis bohókás, lazító, pihenő nap. Az a cél, hogy összehozzuk az embereket, a családokat, az iskolában tanuló gyermekeknek a szüleit, egy kis kikapcsolódást biztosítsunk, és hát természetesen ez a főzés is hozzátartozik. Ki ilyet, ki olyat főz, szerintem éhen nem fog maradni senki. És azt gondolom, hogy az is egy fontos dolog, amit itt a környéken én nem nagyon tapasztalok, hogy ezen a mai napon azért az osztálykiránduláshoz is lehet támogatást nyerni, tehát ezzel is próbál az önkormányzat és a Dérin is segíteni a diákoknak és a szüleiknek. Hát mindennel próbáljuk az intézményeket segíteni, az oktatási intézményeket, annak ellenére, hogy nem önkormányzati fenntartásban működnek már. Ettől függetlenül tartjuk azt, hogy továbbra is a város részei, élő részei, nagyon fontos részei, és az természetes és magától értetődő, hogy mindenféle ötlettel és módon próbáljuk segíteni a mindennapi életüket, legyen az az oktatási része, a szorgalmi időszak, legyen az az osztálykirándulásoknak az ideje, vagy éppen a szünetben történő hasznos időtöltéseknek, programoknak a megszervezése, segítése, támogatása. Itt a pályán éppen az amőbe verseny megy, de megy a kispályás foci is, tehát itt tényleg nagypapa, nagymama, mindenki együtt lehet itt az unokájával ezen a szép napon. És nagyon lelkesen vannak itt, és látható módon fénykorukat meghazudtóan küzdenek a győzelemért az osztályok minél jobb helyezésének a érdekében. Jó ezt látni, jó azt is látni, hogy nagyon-nagyon sok volt tanítványom már, mint szülőként szerepel itt ezeken a versenyeken, és nem koptak, mert azt kell, hogy mondjam, csak gratulálni tudok a elszántságukhoz, lelkesedésükhöz. Így tovább, remélem, hogy jövőre még többen fognak jelentkezni és részt venni ezen a szerintem nagyon kellemes kikapcsolódáson. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget! Plegykálnak csak! Köszöntöm nézőket, az Ifjúsági Házban nyílt meg az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kézművész tanszakosainak a kiállítása. Plósz Csilla igazgatóasszonnyal beszélgetünk. Ez a kiállítás is jelzi, hogy itt a tanév vége, hiszen ez egy tanévnak az összegzése. Hanyadik alkalommal rendeznek ilyet? Ez az első, vagy ezt minden évben meg szokták rendezni?
Már sokadik alkalommal rendezzük meg ezt a kiállítást, amióta a képzőművészet tanszak működik a művészeti iskola keretein belül. Minden tanév végét azzal zárja a tanszak, hogy megrendezzünk egy ilyen kiállítást, ahol az év során keletkezett alkotásokból egy kis kiállítást rendeznek a gyerekek, illetve a felkészítő tanárok. Kavai László a megnyitójában elmondta, hogy milyen versenyeken milyen szép eredmények születtek. Azt gondolom, hogy szépen helytálltak a kézművész szakos diákok. Így van, tehát helyi rajzversenyen is, városi rajzversenyen is részt vettek a Mondd szereted az állatok című versenyen, illetve országos rajzversenyen Egerben, amely a Parafrázis 2016 címet viselte, ott is több gyermekünk vett részt, és szép eredménnyel tértek haza, illetve a tavalyi tanév végén már a nyárba nyúlóan volt a Nemzeti Tehetségprogram keretében egy pályázata a művészeti iskolának, és a pályázat keretében a gyermekek több napon keresztül a zeneiskola udvarán, szabadtéren festőállványokat felállítva készítettek képeket, mely rendhagyó volt a tanszak életében, és nagyon szerették, megkedvelték ezt a gyerekek. Bízom benne, hogy az elkövetkezendőkben is lesz lehetőség ilyen projektek megvalósítására. Itt most mögöttünk hatalmas a nyüzsgés, hiszen azért mindenkinek itt van azért hozzátartozója, egymást is bírálják, meg dicsérik, tehát mindenki meg elmondja a saját képéről is a véleményét, meg megkérdeztetik, tehát ez azt gondolom, hogy egy rendhagyó kiállítás, hiszen mindenki ott áll a saját paraványa előtt, és válaszol a kérdésekre. Így van, hiszen hogyha látunk egy alkotást, akkor nekünk különböző benyomásaink keletkeznek, ugye minden embernek más-más, attól függően, hogy milyen beállítódású. De hogyha elbeszélgetünk az alkotóval, akkor lehet, hogy teljesen másat szeretne ő kifejezni azzal az alkotással, azzal a képpel, és így tudjuk igazából egészében látni magát a képeket, illetve az alkotásokat, meg így megismerkedhetünk magával a kis növendékkel is, aki ezeket elkészítette, és én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek, az alkotókat, és nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is, akik alkotnak, szükségük van arra, hogy tudjanak beszélni arról, amit ők szeretnek csinálni, illetve nagyon jó érzés az, amikor fogadják a gratulációkat, hiszen ez előmozdítja őket a további tanulmányaikban, és egyfajta szárnyakat ad. Itt a Nagy Nyizsiből azt látjuk, hogy tényleg mindenkit megdicsérnek, úgyhogy reméljük, hogy jövőre is hasonló a szép kiállítás lesz, és hasonló szép eredményeket jönnek el a tanszak diákjai versenyeken. Igen, mindenképpen meg fogjuk a következő tanév végén is rendezni ezt a kiállítást. Bízom benne, hogy minél több gyerek szeretne a képzőművészet tanszak tagja lenni, és ha ezt így gondolja, akkor a szüleikkel együtt június 8-án, 9-én és 10-én délután 2 és 6 óra között várjuk őket a művészeti iskolába, a Szabó József utca 10 szám alá, ahol is be lehet iratkozni a tanszakra. Akkor reméljük, hogy lesznek újabb tehetséges felfedezése váró diákok is. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm én is az érdeklődést! Köszöntöm nézőinket, Teleki Zoltán kapitány úrral beszélgetünk, hiszen hamarosan kezdődik a Házhoz megyünk program. Mi is ez pontosan? A karcegi rendőrkapitányság május 4-én újabb bűnmegelőzési programot indított. Két program fut párhuzamosan egy alkalommal. Május 4-én Kisújszálláson kezdődött az első program megtartása. Egészen július 17-ig minden héten felkeresünk egy települést. A Házhoz megyünk program kapcsán három bűnmegelőzési vonal az, ami prioritást élvez, a lakásbetörések, a gépjármű feltörések és a gépjármű eltulajdonításokat helyezzük előtérbe, ennek kapcsán a lakosság figyelmét felhívjuk azokra az óvintézkedésekre, amelyet meg kell, hogy tegyenek, hogy ezen bűncselekményeket elkerüljék és ne váljanak bűncselekmények áldozatává, illetve sértettjévé. Itt láttam önnél sok szórólapot is, hát gondolom, hogy ez is abban segít, hogy mindenki otthon elolvassa, és esetleg megfogadja még a szóban kapott tanácsok mellé azt is, amit elolvas. Két rendőr kollégám áll a rendelkezésére a lakosságnak, és különböző kiadványokat, bűnmegelőzési felhívásokat fognak osztani.
Egyébként próbáljuk szélesíteni a palettát, tehát minél szélesebb körben bűnmegelőzési felhívásokat eljuttatni a lakosság részére, és aki ellátogat a mai nap a Városudvarba, akkor ezekből a kiadványokból fog kapni a kollégáimtól. Akkor reméljük, hogy mindenki megfogadja a tanácsokat. Egyébként az utóbbi időszakban mennyire volt jellemző, hogy mondjuk gépkocsit törtek föl, vagy lakásbetörések, tehát mondjuk a tavalyi évhez képest? Idejében nem volt ilyen bűncselekményünk, a tavalyi évben is néhány darab ez a teljes illetékesség területünkön, ami elő szokott fordulni, de úgy gondolom, hogy a sértett részére, ha csak egy sértettünk is van, az ő szemszögéből ez problémát jelent, mi pedig próbáljuk ezt megelőzni, elkerülni ezeket a bűncselekményeket. Tudom, hogy nagyon bonyolult lenne most összefoglalni kettő mondatban, de azért egy-egy lakásbetörésnél adjunk egy legfontosabb tanácsot, és mondjuk egy gépkocsinál, hogy mi az, ami a legfontosabb, hogy megóvjuk, hogy ne törjék föl. Nyilván a lakás az az ember egyik legféltettebb kincse, hiszen ott vannak az értékei. Mindenképp a több biztonsági ponttal záródó zár felszerelése, a riasztó berendezések beszerelése, ha hosszabb időre elutazunk, a szomszédok értesítése. Tehát ezek az elsődleges tanácsok a gépjármű feltörésnél. Annak a megelőzése kapcsán azt a tanácsot tudom adni, hogy mindenképpen győződjünk meg, hogy a gépjármű bezárásra került, amikor kiszálltunk belőle, az ablakok nem maradtak lehúzva, látható helyen értéket ne hagyjunk, és arra is figyeljünk, hogy nem biztos, hogy elég, hogyha csak eltesszük a csomagtartóba az értékeinket, hiszen a szemfüles tolvaj ezt is láthatja, és lehet, hogy pont azért fogja feltörni a gépjárművet. Itt az előbb mondta, hogy Karcogon nem volt gépkocsi feltörés, viszont a közösség oldalon megy egy körlevélként egy felhívás, hogy a szélvédőre tesznek egy számlát vagy bármilyen papírt, és amikor kiszáll a gépkocsi vezetője, hogy megnézze, addig a járó motorban, tehát úgy megy az autó, hogy csak kiszáll belőle, akkor beülnek helyette és ellopják. Azt gondolom, hogy erre is nagyon fontos figyelmeztetni a gépkocsi vezetőket. A gépjármű lopás egyik lehetséges módszere, hogy amikor beáll a tulajdonos például az udvarára, járó motorral ott hagyja az utcán a gépjárművet, amíg bemegy a kiskapun és kinyitja a nagykaput, óvaintek mindenkit az ilyen cselekedetektől. Én úgy gondolom, hogy sem eddig nem tart leállítani a motort, kivenni a kulcsot, még akkor is, ha kinyitjuk a nagykaput, hogy beálljunk az udvarra. Tehát, de ilyen jellegű bűncselekmény nem történt az illetékesség területünkön. És én azt gondolom, hogy még azt is fontos lenne elmondani az időseknek, hogy a trükkös csalóknak ne engedjenek be senkit idegent, sőt ne hagyják nyitva a kiskaput, amikor mondjuk kint vannak az udvaron. Igen, az egyfajta egészséges bizalmatlanság kell, hogy jellemezze a lakosokat, és erre is próbáljuk felhívni a figyelmet, illetve minden esetben kérjük, hogyha bármilyen házaló árusokat, idegeneket látnak az utcába, akkor tegyenek bejelentés részünkre. A 112-es segélyhívó számon a rendőrség elérhető, a karcagi rendőrkapitányságot kapcsolni kell, és a kollégáim azonnal a helyszínre vonulnak. Én úgy gondolom, hogy ha nincs félnivalója a házaló személyeknek, akkor megvárják a rendőrt, ha pedig van, akkor vagy eléri a rendőr és igazoltatja, vagy pedig addigra eltűnnek a környékről, és nem válik senki bűncselekmény áldozatává. És ejtenék néhány szót a Bike Safe programról is, ami párhuzamosan fut a Házhoz megyünk programmal. Egy nyilvántartási rendszerbe kerülnek be azok a kerékpár tulajdonosok, akik hozzájárulnak. A program kapcsán lefényképezzük, rögzítjük a kerékpár jellemzőit egy adatbázisba, és később, hogyha valaki bűncselekmény áldozatává válik, eltulajdonítják a kerékpárt, és ez feltalálásra kerül, akkor ez az adatbázis segít nekünk abban, hogy megtaláljuk, hogy ki is a tulajdonos. Azt gondolom, hogy a kerékpárosoknak is sok-sok tanácsot tudnak adni, hogy hogyan lehet lezárni és hogyan lehet vigyázni saját maguknak is a kerékpárjukra. Én is úgy gondolom, hogy egy jó felkészült kollega fog a rendelkezésére állni az állampolgároknak, aki mindenre kielégítő választ tud adni. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük szépen. Kovács Zsolt százados a bűnügyi osztály nyomozójával beszélgetünk arról, hogy milyen tanácsokkal látná el a kerékpárosokat, hogyan óvják meg értékeiket. Üdvözlök mindenkit. Azt szeretném elmondani, hogy a kerékpárok megóvásának legfontosabb eszköze, én azt gondolom, hogy a legjobb megoldás egy jó kerékpárzár. Én is jó magam is egy olyan kerékpárra közlekedem, ami értékesebb egy átlagos kerékpárnál, és egy kicsit többet szántam rá ugyan, de egy masszív, erős, és azt gondolom, hogy kicsit nehezebben eltávolítható lezáróról van szó. Ezen túlmenően
Fontosnak tartom azt is, hogy a kerékpárt ne a kerekével a vázt zárjuk össze, hanem lehetőség szerint valamilyen fixen rögzített tárgyhoz, tehát oszlophoz, kerékpártállóhoz rögzítsük, illetve próbáljuk olyan helyen elhelyezni, ahol esetleg bármilyen épületnek a biztonsági kamerája láthatja azt a területet. És hát azt gondolom azt, hogy épületek mellé, fal mellé oda támasztom, és 2 percet beszaladok, mert csak éppen venni akarok 1 kiló kenyeret, ez nem megoldás, hiszen a szemfüles tolvaj pont ezt fogja kihasználni. Valóban nagyon csábító sajnos az, hogyha egy kerékpár önmagában árválkodik valahol lezáratlan állapotban. Sajnos nagyon gyorsan kihasználják az ilyen alkalmakat a tolvajok, és hamar ellopják a kerékpárokat. Úgyhogy mindenféleképpen javasoljuk, hogy ha csak 1 percre is, akkor is zárjuk le azt a kerékpárt, gyakorlatilag egy minimális időt vesz igénybe, és mégis megóvjuk az értékeinket. Picit beszéljünk erről a nyilvántartásról, amit most, aki elhozza a kerékpárját, igénybe vehet. Kapitány úr az alapjait elmondta, de ez hogyan fog megvalósulni? Ez a Bike Safe elnevezési program már nem egy új keletű program, ezt a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kezdeményezésére indították. Egyébként a Nemzeti Bűnügyi Együttműködési Tanács, illetve bűnmegelőzési tanács, aki gyakorlatilag ezt az egészet koordinálja. Ez egy internetes rendszer, egy fórum, egy nyilvántartási pont, ahol a lakosság számára, hangsúlyozom, ingyenesen lehet regisztrálni kerékpárokat. Ez igazából semmi tennivalója nincs az állampolgároknak, meg lesznek hirdetve különböző időpontok minden településen, mely kapitányságunk illetékességéhez tartozik, ahol a lakosság a kerékpárjával megjelenve, személyigazolványát magával hozva regisztráltathatja a kerékpárját. Igazából ez a procedúra maximum 5 percet vesz igénybe, személyenként készül 3 darab fénykép a kerékpárról, illetve az azonosító számáról is, amennyiben van, tehát vászámra gondolok, felveszük az illető adatait, és akkor én jó magam, illetve egy kollégám felrögzítjük a rendszerbe, és bármely más esetben, a jövőbeni esetben ezeket a kerékpárokat vissza tudjuk keresni a rendszerbe, ha esetleg eltűnne, sőt, hogyha valahol feltalálnak egy kerékpárt, akkor akár a gazdáját is meg tudjuk keresni ezen a rendszer segítségével. Tehát akkor ez hasonló elven működik, mint a gépkocsi nyilvántartás, hiszen ott is a rendszám alapján, csak itt a rendszámot a fotók és az azonosítók fogják helyettesíteni. Valóban ugye eddig nem volt kézzel fogható nyilvántartása a kerékpároknak, és valljuk be, hogy a kerékpárlopások igencsak elszaporodtak, és igencsak jellemző bűncselekménytípusok. Pont ezt szeretnék megelőzni ezzel a nyilvántartási rendszerrel, hogy valamilyen úton, módon próbáljuk meg azt is nyilvántartani, aminek eddig nem volt még előzménye. És ez a kerékpárregisztráció pont erről szól, hogy segítsük mind a lakosság, mind a rendőrség munkáját, amennyiben mégiscsak bekövetkezne a baj. Akkor én azt kívánom, hogy minél többen regisztráljanak, hiszen akkor nyomon követhetőek lesznek ezek a kerékpárok. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Kedves nézőink, Háttér című magazin műsoron következik. Mai vendégünk Nagy György Jenő, a Karcagi Birkafűzők Egyesületének elnöke, akivel természetesen mi másról is beszélhetnénk, mint a Birkafűző Fesztiválról, illetve az egyesület működéséről. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Nagy György Jenő, a Karcagi Birkafűzők Egyesületének elnöke, akit azért hívtunk ma meg egy stúdió interjúra, mert már lázban ég a város, hiszen egy jó 3 hét múlva itt a Birkafűző Fesztivál, amin ugye több 10 000 ember vesz részt, és önök is kiveszik a részüket a szervezésből. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszöntöm a nézőket. Milyen feladataik vannak a Birkafűző Fesztivállal kapcsolatban? Most beszéljünk riportunk elején erről. Hát így már közeledve a Birkafűző Fesztiválhoz gyakorlatilag megtörténtek a nevezések. A 268 helyet tudtunk kiosztani. Gyakorlatilag néhány hét alatt lehet azt mondani, hogy elkapkodták a helyeket. Hát ebbe természetesen a régi főzők nyilván a saját helyüket szerették volna az idén is megkapni. Illetve nagy örömmel szolgált az, hogy több vidéki településről is érkeznek hozzánk, nem csak vendégek, hanem főzők is, akik szeretnék megmérettetni magukat ezen a versenyen. Most beszéljünk egy picit magáról az egyesületről, mit lehet róla tudnunk, mióta működnek, hány taggal működnek mostanság? Az egyesület egyesületi formában 2012 óta működik,
Azóta folyamatosan nő a tagságnak a létszáma. Most 50 fővel vagyunk jelen. Ebből gyakorlatilag majdnem mindenki tapasztalt birkafőző már, úgymond, aki tevékenyen is részt fog venni ezen a fesztiválon. Azon kívül, hogy a szervezésben szinte csak az elnökség tud benne részt venni, de hát mi a fénypontját gyakorlatilag a birkafőzést adjuk itt a fesztiválon. Hogyan látja, ugye ön lett az elnöke ennek az egyesületnek, ha jól tudom, akkor a közelmúltban volt egy tisztújítás, meséljen nekünk erről valamit. Igen, hát 3 évre szólt egyébként is a mandátum, de egy jogszabályi változás miatt az egyesületeknek ugye alapszabályát és egyéb dolgokat kellett módosítanunk, ez egy kötelező érvényű módosítás volt, amit meg kellett oldanunk, illetve hogy lejárt a mandátum, új elnökségi választás lett. Az elnökség is a régi 7-tagú elnökségből az új jogszabály miatt már csak 3 fős lehetett. Ezt újra választottuk. Titkos szavazással? Vagy hogyan választanak? Gyakorlatilag igen. Lehet ezt is titkos szavazással, ez egyébként benne van az alapszabályban. Ezeket a titkárom tudná legjobban elmondani. Ő szokta az ilyeneket összegyűjteni, de lehet titkosan is, lehet nyílt szavazás is végezni, ez ahogy a tagság eldönti mindig előtte, és újra engem választottak elnöknek, és egy 3 tagú lett az elnökség, de természetesen az előző évben elnökségi tagok gyakorlatilag most is, mint tanácsadók részt vesznek a elnökségi előkészítő üléseken, úgymond. Ki még a másik 2 tag önön kívül ebben az elnökségben? Barát János lett a titkárunk, ő volt eddig is egyébként, és Csontos György, ifjabb Csontos György a gazdasági vezetőnk. Hogyan látja, mi a Birkafőzők Egyesületének a legfőbb feladata, a küldetése? Legfőbb feladata természetesen mindig az, hogy birkát főzön, és azt bemutassa a széles körben, és igazából nem is Karcagon, hanem vidéken, sőt még azt kell mondjam, hogy nem is a közeli településeken, hiszen itt nagyon sokan főznek birkát, akár Madarasra megyek, akár Bucsa vagy akár Túrkeve fele, de a Dunántúlon például az teljesen ismeretlen fogalom számukra, a birka pörkölt főzés, sőt, azt mondom, egy kicsi ellenérzésük is volt eddig, hála jó Istennek. Ez mitől lehetett egyébként? Az, hogy nem tudták jól elkészíteni ott a birkát arrafele. Nem ismerik azokat az alapvető szabályokat, amiket egy birka pörkölt, most hát egy hús előkészítésnél el kell végezni. És innestől kezdve már ott van, hogy el is ronthatta azt a pörköltet, és nem elvett jót, gondolom nagyon sok fagyút rajta hagyott, ami persze nem mindenkinek ízik nyilván, és akkor ez benne maradt a tudatába, és ezt igyekszünk, ezt a tudatot teljesen átformálni, és inkább jó irányba terelni a birka pörköltre alkotott véleményüket, ami úgy gondolom, hogy sikeres is. Az egyesület ugye azt mondta, hogy 50 tagot számlál, körülbelül van-e versenyszellem az egyesületen belül? Ó, hát ez természetes. Kun emberek vagyunk, akik úgy gondolom, hogy versenyeznek mindig egymással, egy kicsit büszke emberek is, és hát mindenki a sajátját tartja legjobbnak, tehát igen, van egy versenyszellem egymás között is. Erre vannak például az egyesületi ülések, ahol mindig egy másik tagunk főz birkát, amit aztán jól megkritizálunk természetesen, ott igyekszik az ember kitenni magáért, mert azért nem mindig van ilyen hallgatóság, akik tapasztalt birkafőzők, és ezek fogják megenni azt a pörköltet, amit ő főz, tehát itt nagyon igyekszik az ember, hogy a legjobb sikerüljön. Van-e olyan, hogy mondjuk olyan tag szeretne csatlakozni, ugye azt mondta, hogy a tagok egyesületük, aki mondjuk még soha nem főzött birkapörköltet, fölveszik-e maguk közé, tanítgatják-e? Próbálunk, igyekszünk az egyesületnek, az egyesületben végig is bárki beléphet, ez nem muszáj, hogy rendes tagként lehet pártoló is, akár pártoló tag is, aki azt mondja, hogy ő nem tud ugyan főzni birkát, de nagyon szeretne az egyesület életében részt venni, akár eljönne rendezvényekre és ott segít, akár szórólapok osztásával, vagy valamilyen technikai háttér biztosításával, nyugodtan megteheti, nagyon szívesen várjuk, nem muszáj birkát, és előbb-utóbb lehet, hogy megtanul birkát főzni is majd velünk, és akkor akár rendes taggá is válhat. Azt mondtam, hogy nem minden tagunk nagy birkafőző, de azért azt kell mondanom, hogy azért legtöbbje azért az tényleg. A legifjabb tagjuk hány éves, illetve hogyha nem is, mert nem tudom, hogy van-e korhatár egy ilyen egyesületnél, amikor be lehet lépni, hanem tanítgatják-e a kicsiket, a kisgyerekeket, vannak-e ilyen fiatal birkafőzők önöknél?
természetesen vannak, és általában ugye ezek a birkafőző egyesület tagjainak hozzátartozói, ez lehet unoka is más szinte, tehát már a 5-6 éves kortól már odaállítják azért a birkafőzők a kisgyerekeket a kaszroly mellé, ami nagyon jó dolog, hiszen ott fogja ellesni majd talán egyszer azt a tudást, vagy azt a tapasztalatot majd, ami kell egy jó birkának a megfőzéséhez. Úgyhogy vannak fiatal tagjaink is, jelen pillanatban az 6-7 éves a legfiatalabb is talán. A hétvégén volt a diákbirka főzőverseny a családi nap, gyermeknap keretében. Mit szólt hozzá, hogyan teljesítettek a diákok? A diákok nagyon... Köztük van a jövő reménysége. Igen, nagy örömmel szolgált tényleg az, hogy nem csak karcagról jelentkeztek, hanem két csapat volt Kenderesről, például egy csapatunk volt Kisújszállásról, ők ugye vendéglátóipari szakközépiskolában jöttek, nekik egyébként is a főzés ugye a maga szakmában és a tanulásban is benne van. És hét csapat nevezett, Kárdas iskola, a Varró István szakmunkásképző, illetve a szakiskola, illetve a gimnáziumnak is volt egy csapata, meg a technikumnak is volt egy csapata. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek. Én azt tapasztaltam, hogy a kísérők, tanárok segítsége mellett ugyan, de inkább kihagyva, önállóan főztek, és azt kell mondjam, hogy nagyon jókat főztek, úgyhogy biztattuk is őket, ne hagyják abba, tanuljanak, tapasztalatokat szereznek, próbáltunk segíteni nekik nyilván. Nagyok voltak a különbségek egyébként az egyes csapatok teljesítményei között? Azt kell, hogy mondjam, hogy a hét csapatnak a pontszámilag, hogy lezsűriztük az ételeiket, a beküldött ételeiket, nagyon minimális különbségek voltak. De nagyon szépen össze megoldották ezt a birkapörkön főzési feladatot, és nehéz volt eldönteni egyébként, hogy melyik a legjobb, melyik a jó, de mindegyik jó volt, mindegyik ízletes volt. Itt már a zsűri már olyanokra figyelt, ami már nagyon szőrözés volt, hogy kocka legyen az a hús, milyen az állaga annak a pörköltek. Tehát már nagyon meg kell, hogy mégiscsak egy rangsort fel tudjunk állítani. Ugye minden évben rendszeresen beszámolnak arról itt a helyi sajtóban, hogy különböző rendezvényeken, fesztiválokon képviselik városunkat, és mutatják be széles körben a Hungarikum karcagi birkapörköltet. Ezek hogy működnek? Meghívásos alapon mennek el egy-egy rendezvényre, vagy önök keresik a lehetőséget? Mit lehet erről tudnunk? Természetesen mi is mindig keressük a lehetőségeket, nézzük a fesztiválokat, hova érdemes elmenni olyan helyre, ahol még esetleg nem ismernek minket és szeretnének, illetve nagyon sok megkeresésünk is akad egyéb társ egyesületek, akikkel már régóta kapcsolatban vagyunk, akár a Szellemi Kulturális Örökség tagjaival, akár a Hungarikumok között tagjaival, ők már hívnak minket, hát most is a Solymászokhoz is fogunk menni, illetve szorosan együttműködünk a karcagi önkormányzattal is, hiszen a birkafőzés, az egyesület és a város nagyon szorosan egymáshoz kapcsolódik. Most is volt egy nagyon szép közös rendezvényünk, ahol a Budai Várban voltunk két napig, és ott nem csak a birkapörköltet népszerűsítettük, hanem ugyanezzel gyakorlatilag a karcagot is, és persze a birkafőző fesztivált. Ezeket a úgymond fellépéseket, meghívásokat hogyan osztják föl maguk között? Önként jelentkeznek, vagy mindig ki van jelölve valaki az egyesület által, aki részt vesz ezeken az eseményeken? Nem, hát a szervezők ezt összefogják, leszervezik, hogy hova kell menni, hány birkát kell főzni, hány fővel, mit kell oda kivinnünk, és akkor ezt a tagok között meghírelem, és aki jelentkezik, és éppen ráír, az nyugodtan vállalja, vagyis kijelöljük, és akkor az ő fog elmenni, egyedül utána már önállóan meg fogja csinálni. Térjünk most vissza a karcagi rendezvényre. Erre hogyan készülnek? Ugye azt már mondta, hogy milyen feladataik vannak, de most beszéljünk arról, ugye, hogy június utolsó hétvégéje, ezt mindenki tudja, szól itt a kunsági a karcagi birkapörköltről. Mi előzi meg, milyen előkészítő munkák lesznek a fesztivált megelőző egy-két napban? Hát magával tehát egy főző, hogy magyarul egy főző, hogyan készül erre a versenyre?
Hát már kiválasztotta a Birkát, gondolom. Már ki van egyébként választva? Tehát önök is már legtöbb helyen igen, kiválasztották? Hát hiszen azért a 268 nevező azért nem egy Birkát fog főzni, ez körülbelül 500 Birkát jelent, én úgy gondolom, vagy még inkább többet. Ezt már most ki kell választani, hiszen itt akkor a birkavész lesz egy pár hét múlva, hogy lámpással kell keresni majd a jó birkákat. Tehát nyilván már ki van választva, vagy megvan, hogy honnan veszik be, melyik juhászatból, melyik állományból, vagy melyik állattartótól. És hát azt, hogy a birkának minden részét, mivel fel kell dolgozni, az egy-két napos feladat. Tehát ugye mindig előző nap le kell vágni. Álljunk meg egy picit, melyik a jó birka? Tehát ha én kimennék egy juhászatba, biztos, hogy a legaranyosabbat választanám ki, hogy na őt nem bántjuk. Vannak ennek azért fortéjai, nyilván egy jó birkafőző már látja azon a birkán, hogy milyen lehet az a jó birka. Mennyi idős lehet, gondolom? Azt persze a juhásztól, vagy a pásztortól tudja meg esetleg, hogy hány éves. Nyilván az idősebb birkákat szoktuk levágni, hiszen a fiatal birka túl hamar megfő, túl vizes a húsa, nem lesz belőle jó pörkölt. Hát ez az 5-6 éves, úgy szoktuk mondani, ezek a birkák, amik már levágni jó. És hát ugye vannak mindenféle fortéjai ennek, hogy ne legyen csúcsos a háta, mert akkor nagyon sovány a birka, aki van a gerince, de ne legyen nagy a hasa is, hiszen akkor teli van etetve, teli van a gyomra. Megint csak nem biztos, hogy ez egy jó birka, mert kicsi lesz belőle. Illetve szokták még a farkát is, az öreg tapasztaltak a farkatövénél megfogják, és ha nagyon mozog, akkor érzi rajta, hogy túl fagyús, akkor azt se veszi meg, mert abban biztos, hogy nagyon sok fagyú van. Tehát ez mindenkinek megvan a kis saját trükkje, hogy ez hogy... De akkor talán ez az egyik legfontosabb, nem? Nyilván, hiszen innestől már gyakorlatilag fél győzelmet aratott a főző, hogyha vett egy jó birkát, hiszen azt már csak főzni kell, igazából nem kell kínlódni vele, hogy egy rossz birkából is lehet, mert abból is lehet jó pörköltet csinálni, csak az már egy külön tudomány. Tehát akkor visszatérünk oda, hogy előtte mondjuk két nappal, tehát mondjuk pénteken, nem, szombaton van a verseny, és akkor péntek, csütörtök, vagy szerdán este már elkezdik, mikor kezdődnek az előzetes folyamatok? Igen, általában a csütörtök este leszoktuk vágni a birkát. Aznap gyakorlatilag a perzselés történik, meg a fejkörmök, illetve az összes belsőségnek, pacalnak az előkészítése, megtakarítása, ezek kényesebb dolgok. Addig közben a birka ketté van vágva, és akkor ki van téve hűvösre, úgy mondjuk, hogy szikkad a húsa, kihűl szépen, és akkor majd másnap reggel, mikor ez kihűlt, akkor kezdjük el feldarabolni gyakorlatilag magát a testen. Tehát onnastól kezdve ez estére, péntek estére, vagy délutára készen van, szombaton már a kész terméket lehet kivinni. Még a hagymát is megpucolják, gondolom. Hát az meg megint este egy kicsit, ahol kipakolunk, ugye a pénteki naptól már lehet kipakolni természetesen déltől, ha jól tudom, és gyakorlatilag már kiszoktuk minden a sátrat, asztalokat, mégis ami olyan nagyobb dolog, hogy ne kelljen reggel, hiszen reggel nagyon a tumultus várható szombaton, én mindenkit biztatok erre, hogy amit tud, őrzik a területet, pénteken nyugodtan vigye ki, rakja le, és akkor egy kisebb autóval tudott szombaton reggel majd behajtani és kipakolni. Ugye az önök legfontosabb feladat az, hogy főzzenek, népszerűsítsék ugye a városunkat is. Fontos-e a külső megjelenés? Tehát valami pluszt tesznek-e ahhoz hozzá, hogy ha mondjuk végig megy a tömeg a sátrak közt, ugye 268 főzőhely lesz, ha jól tudom, és akkor lássák, hogy igen, ez biztos, hogy az Egyesülethez tartozik, ők igen karcagiak, tehát ki tesznek-e esetleg valami karcagra jellemző dolgot, beöltöznek-e, fontosnak tartják ezeket? Mindig folyamatosan bővítjük ezeket a kis dolgainkat, amivel úgy gondolom, hogy ki is tűnünk a tömegből. Egyenpólóink vannak, nagyon szép fehér pólóink vannak, hímzett logóval, háttal felirattal, tehát bárki láthatja, hogyha birka főzővel találkozik, hogy ő ez. Illetve sokunk figyel arra már, hogy egy kicsit népiesen öltözik be, parasztosan, ahogy régen az öregek csinálták. Tehát ebbe is szoktunk, illetve folyamatosan kötényt tudtunk most csináltatni, főzőkötényt, az is egyesületi logóval van ellátva. Hát úgy gondolom, hogy különbözünk a többiektől, és mégis egy csoportot alkotunk, tehát szerintem látja az, aki ott megy el mellettünk.
ön szerint adjon, illetve adjon tanácsot a nézőknek, vagy azoknak, akik kedvet kaptak a főzéshez. Ugye minden évben beszélgetnek arról a laikusok, hogy vajon a zsűri, a szakmai zsűri hogyan kóstol meg. Ugye azt mondta ön, hogy legalább 500 adag birka, 500 adag, tehát 500 birkát fognak levágni ehhez a fesztiválhoz, hogy mi alapján döntik el, hogy melyik a legjobb, mert valószínűsíthető, hogy nem kóstol végig a zsűri ennyi pörköltet, tehát a színére kell figyelni, vagy mi az, ami alapján az első csapatot úgymond kiszórják a versenyből, mert gondolom én is, hogy nem kóstolnak meg minden pörköltet. Mire figyeljünk? Nagyon nehéz ez a zsűrinek a dolga mindig. Most abból láttam, hogy a diákbirkafőzőn csak hetet kellett megkóstolnunk, és abból is fel kellett állítani rangsort, akkor mi lesz itt egy 500 darabbal. De vannak zsűritagjaink, elég sok zsűri van a birkafőző fesztiválon, akik 5 asztal körül csoportosulnak, és akkor az 5 asztalhoz fog gyakorlatilag szétosztódni az a birka mennyiség, amit bevisznek, a nevezett birkáknak a száma. Hát ez valószínűleg a 268-at nem fogja meghaladni, hiszen egy ember egy birkával nevezhetett, és így csak ennyi fog bemenni, de ez is egy nagyon nagy szám. Tehát körülbelül azt kell mondani, nem lehet több, mondjuk 3 birkát főznek, csak egyen lehet. Ez is egy új információ. Igen, egyen lehet nevezni, ugye egy számot fog kapni. De hát ez is 268 ez legalább. Ez is 268, tehát azért azt mondom, hogy egy asztalnál több mint 50 birka fog lenni, amit a zsűri igyekszik azért megkóstolni, de valószínűleg tartom, hogy amelyiknek már látja a színén, hogy fakó, nem tetszik neki, látja az állagán, hogy nagyon zsíros, vagy a maga húst nem tetszik neki bele, félre szoktak tolni. Elhiszem, lehet, hogy el is rontaná szája ízét utána a következőnél. Tehát nagyon nehéz dolgok, és a végén egy asztalból 5 ételt fognak tovább juttatni egy következő zsűribe, ahol már Venice díjas szakácsok, ismertebb szakácsok, híres éttermek szakácsai külön egy új szájízzel kóstolják meg, és gyakorlatilag ők fogják a végleges rangsort felállítani a legvégén. Árulj el nekünk, hogy így szakmai berkeken belül mi volt a legelképesztőbb birkapörkölt, amit láttak, kóstoltak? Mert ugye itt mi úgy főzzük, hogy ugye a fejét beleteszik, az egész birkát, ezt már számtalan helyen lenyilatkozták, elmondták, tehát gyakorlatilag itt Karcagon már szerintem az is meg tudná főzni, aki egyáltalán nem tud főzni. De mondjuk vidékről, akik érkeztek, tehát gondolok itt arra, hogy fahéjat, babérlevelet mit tettek bele, ami nagyon-nagyon úgymond durva volt? Hát, amit én láttam, a legdurvább eset, amikor kolbász volt a tetején, és az főtt benne. Hát innestől kezdve gyakorlatilag nem tudtam elképzelni, hogy abból lehet is valamit kihozni. Hát a különféle zöldségek beltételét, hát ez a zelleres birkák, ami még kicsapja nálunk egy kicsit a biztosítékot, de úgy gondolom, hogy valakinek lehet, hogy az is ízlik, de nem belevaló. Ne tegyük bele. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sikeres készülődést kívánunk, jó munkát az elkövetkezendő hetekre, és a magán a fesztiválon, a versenyen pedig jó helyezéseket a tagoknak. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelmű figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, a megszokott csatornákon megtalálnak bennünket. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.